Vármegyéről Vármegyére. Szabolcs-Szatmár Bereg. A nyírségi hagyományok őrzői. A Bürkös zenekar. Muzsikájuk néhány taktus után felismerhető. A jogász végzettségű Kulcsár Anna Mária hangja összetéveszthetetlen máséval. A Vas Lajos nagydíjas énekesnő az Euróregiós népdal éneklési verseny nagyváradi döntőjében második helyezett lett. Férje az együttes vezetője és prímása Kerezsi Antal. A zenekar vezető prímása Dezsőházi Tamás, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium népi hegedű tanára. 2014-ben megnyerte a Balatonfüredi Anna Bálon megtartott első országos prímás versenyt. Brácsán Palazsnik László, cimbalmon Horváth Norbert, bőgön Nagy Barna játszik. A Bürkös 1998-ban alakult Nagykállóban. A banda azóta része az ország kulturális életének. Koncertjeim felcsendülnek a Kárpát-medence leggyönyörűbb dallamai. Legfontosabb feladatuknak mégis szűkebb hazájuk, a felső Tiszavidék, azon belül is a nyírség hagyományainak fenntartását és továbbadását tartják. Népzene és népbegyűjtéseik kiássák a vidék folklór kincseit. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye rengeteg településén megfordultak, ahol népzenei műsoraikkal, rendhagyó énekórákkal és táncházakkal örvendeztetik meg az óvodásoktól a szépkorúakig a közönséget. Európa szinte minden országában jártak már, és 2010 óta résztvevői az Egyesült Államok és a dél-amerikai országok folklórfesztiváljainak. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.